volt, amit tudod, azonnal izé a melegbe lerottyant és ránk romlott. De ezek gyönyörű, szépek, kívánatosak mindegyik, gyönyörű, szép alma. A tavalyi 520 ezer tonnáról 300-350 ezer tonnára esett vissza a Magyarországon termett alma össztermése. A nyári alma szezonjának hamarosan vége, viszont a piacokon már megjelentek az őszi fajták. Ezek tovább eltarthatók, mint a nyáriak. Nagyon keresik, alig várták már, hogy legyen a nyári alma, ami mondjuk már lassan lemegy, és megérkeznek az igazi elálló almák, mint például itt is a gála alma látható. Viszik levesnek, már süteménynek viszik, de legjobban magába csak enni szeretik, mert már alig várták ezt a friss, ropogós, lédús almát. A savanykás almát inkább süteményekbe viszik, kompótnak, levesnek, de ez is egyéne válogatja, mert valaki az édesből szereti azt is készíteni. Édest inkább az idősebbek viszik, vagy éppen a kismamák a kisbabáknak. Magyarország összes gyümölcstermő területének harmadán terem alma. Ezzel Magyarország az unió almatermésének 6%-át adja. Néztük az árakat, de én azt gondolom, hogy elfogadható. Idén azonban ez az irány csökkenni fog, hiszen még nálunk visszaesett a termés, az Európai Unióban az elmúlt 15 esztendő harmadik legnagyobb termése, összesen 12 millió tonna várható. Hát így csak fogyasztásra szoktuk venni, úgyhogy azzal nem szoktam csinálni semmit. Így naturba, pláne az a zöld alma, az nagyon finom, úgyhogy azt szoktam általában venni, a zöld almát. Az édes almát jobbára a kisgyermekes családok és az idősebbek keresik, míg a savanyú almából leginkább leves vagy kompót készül. Jellemző az is, hogy a vásárlók 1-2 kilót vesznek, hiszen most indul az őszi alma szezonja, nem kell még ládaszámra betárazni. Én 2-3 kilót ilyen keményebbet, süteményt szoktam, almáslepényt szoktam csinálni, akkor ilyen almás batyukat, a gyerekek, unokáim nagyon szeretik, mi is szeretjük, az alma végül is minden betegséget is meggyógyít, lehet minden után fogyasztani. Az étkezési alma átlagára 460 forint körül mozog, de van olyan üzlet, ahol 750-800 forintot is kérnek egy kiló almáért. Ez a következő hetekben, mikor dömpingszerűen jelenik meg a boltokban az alma, kicsivel lejjebb is mehet.